Béndek a somogyi rengeteg közepén Hács község mellett található. Lakói a múlt század második felében végleg elhagyták. Azóta csak az 1857-ben épült klasszicista templom és a mellette lévő gótikus templom romjai emlékeztetnek az egykori falura. A kora gótikus egyhajós, keletelt templomból ma már csak pár oldalfal töredéke és egy boltív látszik. A romok mellett egy edényégető medence maradványait tárták fel, és előkerült a Wulfila gót betűs új testamentum fordításának töredéke is. Minden év szeptemberének harmadik szombatján megtartják az elszármazottak találkozóját, a béndeki búcsút, melynek keretében Isten tiszteletet is tartanak. A falu plébániájának legkorábbi írásos emléke egy 1237-es felsorolás, ami a somogyi főesperesség 176 plébániája mellett említi a béndeki plébániát is. Béndek a 13. században néptelenedett el először a tatárjárás során. Akkori lakóiról nem tudunk. A települést először 1331-ben említik Terra Béndek alakban. Ekkor Széchenyi Tamás, erdélyi vajda Bennek birtokosa, aki első Károly királynak nyújtott érdemeiért kapta jutalmul. Az iktatás során Henk fia, János mester, Kornis és Officiális a tiltakoztak, ezért a feleket király jelenlét elé idézték, ahol szeptember 3-án Henk fia, János a tiltakozását visszavonta. 1331. október 8-án megtartották a birtok határjárását. Később a fia, Széchenyi Kónya, majd az ő fiai, Frank és Simon mesterek tulajdona lett. 1388. augusztus 9-én arról hallunk, hogy Zsé a Széchenyi Kónya bán fiaitól csere útján megszerzett Somogy vármegyei Bennek királyi birtokot Mária királynő, a prelátusok és bárok hozzájárulásával Kanizsai János fia Miklós tárnokmesternek adja. 1392. november 29-én Kővágó Őrsi György két budai házát cseréli el Kanizsai Miklós tárnokmester Bennek nevű birtokával. 1397. június 15-én a Somogyi konvent előtt Kővágó Őrsi György esztergomi várnagy Bennek birtokát tartozékaival 2800 aranyforintért eladta Kanizsai János fiainak, János esztergomi érseknek, Miklós tárnok és István ajtonálló mestereknek. 1407. évben Szent Egyed napján Tuli Bálint familiárisaival megölt egy Péter nevű benneki jobbágyot, aki a nyílt úton hazafelé tartott, és tőle rabló módjára elvette javait. Kanizsai Miklós özvegye a gyilkosság miatt ítéletet kért. Ezzel összefügghet, hogy Kanizsai Miklós özvegye Benneki népeivel és jobbágyaival erőszakkal elvezette Tuli János fia, Bálint két jobbágyát. Fentiekről Rozgonyi Simon országbíró ítéletleveléből tudunk, amely 1409. június 14-én kelt Somogy vármegyének királyi megbízásból tartott közgyűlésén. 1409. augusztus 4-én a Zalai konvent előtt Kanizsai Miklós özvegyének az ítélet szerint 25-öd magával tisztító esküt kellett tennie, hogy Benneki népeivel Tuli Bálint túlból való két jobbágyát nem vezette el. Kanizsai Miklós özvegye Szent György 20. napján, május 13-án a Zalai konvent előtt 50-ed magával arra tette le az esküt, hogy Tuli elkövette a gyilkosságot és rablást. Tuli Bálintot a Zalai konvent elmarasztalta és birtokaitól megfosztotta. Erről Pereni Péter országbíró 1416. június 14-én kelt ítéletlevele tájékoztat minket. 1445. február 6-án zálogjog címén Bennek birtokosa, Bakonoki Török László és családja lett, majd 1446. november 11-én a Kapornaki konvent előtt megjelent Kanizsai tárnokmester, Diktus János fia, Imre, másrészt Bakonoki Török László, Kanizsa vár várnagya. Ekkor Kanizsai Imre elmondta, hogy amikor Cilia Komese és a marcali urak Kanizsa várát több napon át ostromolták,
Majd amikor ő, Rozgonyi Renoldusnak, Osztvardnak és Jánosnak a fogságában volt, és a rozgonyiak nagy hatalommal és sereggel körülzárták Kanizsa várát, Török László azt több mint 7 hónapon át védelmezte, és bár közben sok familiárisát elvesztette, és maga is súlyos sebeket szenvedett, a várat a támadókkal szemben megvédte. Kanizsai Imre a hűséges szolgálatok jutalmazásául és a 2000 aranyforintért, amelyeket a vár védelmére és az őrség fizetésére fordította sajátjából, Török Lászlónak és feleségének, Luciának és 2 fiának, Jánosnak és Mihálynak, meg lányának, Margitnak adományozta örök tulajdonul Bennek nevű birtokát annak összes tartozékával, megígérve, hogy megvédi őket annak a birtokában mindenkivel szemben, és ha ezt nem tudná teljesíteni, akkor joguk van Kanizsa vár tartozékaiból másút választani hasonló értékű birtokot. Ha Török László és élő családtagjai utódok nélkül halnának el, a birtok visszaszáll Kanizsai Imrére, illetőleg utódaira. Nevezettek beiktatását Bennek birtokba a budai káptalan által kiküldött Czerner László fia, Imre királyi ember és Kalosi Jakab mester kanonoktársa hajtotta végre minden ellenmondás nélkül 1447. június 15-én, Palóci László országbíró 1447. május 24-én kelt statuálás elrendelő levelének megfelelően. Pati Török László halála után özvegye, Lúcia és családja a köztük megosztott Bennek birtokot 1474. október 30-án a Fehérvári Keresztes Konvent előtt 1200 magyar aranyforintért zálogba adták a fehérvári káptalannak, amelyet Labadi István és fehérvári egyedmesterek, a fehérvári nagyobbik egyház kanonokjai képviseltek, és a káptalant Bennek birtokában mindenki ellen megoltalmazzák, amit ha nem tennének, a káptalan ellenében hatalombajban pervesztesekké válnak, ha pedig Török László fia János a fentiek ellen tenne, akkor az egyesség megsértéséért a káptalan János és örökösei ellen járjon el, nem pedig Lúcia, Gotárd és László és örököseik ellen. 1486-ban Pati Török László Enyingi Török Ambrus hozzájárulásával Bennek és birtokai felét testvérének, Bornemisza János királyi kincstárnoknak adományozta, aki részére a királytól kiárta hűtlensége bocsánatát, és így megmentette feje elvesztésétől. Fentieket Mátyás király 1487. január 5-én átírta és megerősítette. 1487 végén Tolnai Bornemisza János mester, királyi vicetárnok ezeket a birtokokat visszaadományozta Török Lászlónak. A 15. század végén Orbán egri püspök Bornemisza Jánosnak Bennek birtokát és pentekeli birtokrészét elfoglalta, és Bornemisza Jánost fővesztéssel, akasztással fenyegette. János félelmében, hogy fejét mentse, az országból a rómaiak királyához, Miksa császárhoz menekült. Bajnai Bot András rövid időre kiragadta ezeket a birtokokat a püspök kezéből, majd Orbán püspök halála után Bátori István országbíró tette rájuk a kezét, és Bornemisza Jánosnak hazatérése után azokat visszaadta. Második Ulászló király utasítása értelmében 1492. augusztus 26-án a Somogyi Szent Egyed Monostor konventje tárgyalást rendelt el, majd következő év április 30-án zárt formában kiállította ítéletlevelét. Az ebben foglaltak végrehajtására a konvent Davoti Bakó András királyi emberrel kiküldte a maga emberét, István szerzetest hites bizonságul, akik hazatérvé jelentették, hogy Szent Jakab apostol ünnepének 26. napján Somogyvár mezővárosba a megye ítélőszékének helyére Bennek és Pentekel birtokok összes szomszédait, a Somogy megyebeli birtokos nemeseket egybehívták. Őket Isten, a király és a Szent Korona iránt tartozó hűségükre külön-külön és egyenként megeskedte, és megkérdezték, hogy néhai Orbán elgri püspök és testvérei Bennek és Pentekel birtokot Bornemisza Jánosnak, Miksa római királyhoz való csatlakozása előtt is birtokolták-e, vagy sem. A tanúkihallgatás, igazságkeresés és köztudomány lefolyását Szent Mihály arkangyal most következő ünnepének 8-ára jelentik a királynak, visszaküldve egyidejűen Bátori István országbíró ítéletlevelét. A 16. században több fegyveres támadás érte Benneket a törökök részéről.
Ekkor elpusztult a temploma is. A legenda szerint 1590 körül egy török portja alkalmával a falu lakosságának nagy része a templomba menekülve keresett menedéket, de a törökök rájuk gyújtották a tetőt. Mindenki bennégett, és a kint maradtakat kardélre hányták. Néhány szerencsésnek sikerült elmenekülnie, de ők többé nem tértek vissza, és Béndek újra elnéptelenedett. A falu a 18. század elején újra népesedett, és főleg cselédeknek adott otthont. A 19. század közepén nagyobb mérvű, szervezett betelepítés során németeket és magyarokat költöztettek ide, és felépült az új templom is. A faluban és környékén először 1949-ben, majd 1956-57 években folytak régészeti feltárások, amikor több értékes lelet is előkerült. Az újkori települést 1983-ban hagyta el utolsó lakója, és a környék pusztulni kezdett. Az erdő visszavette a falu területét, és az épületek romlásnak indultak. Ezután a házakat lebontották, és anyagukat elhordták. Pár évvel ezelőtt a lelkes lengyeltóti kántor Molnár Zoltán helyi civilekkel elhatározta, hogy a szűkös anyagi lehetőségeiket kihasználva megmenti a falu megmaradt két templomát a végső pusztulástól.